Köszöntöm kedves nézőinket! Ez itt a Navigátor, az alapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem híreivel. Egyedülállóan modern és biztonságos virológiai laboratóriumot adtak át a Szent Ágotai János Kutatóközpontban. Vírusok, az ember legapróbb ellenségei. Láthatatlanok és olykor gyógyíthatatlanok. Rengeteg van, amit ismerünk közülük, és valószínűleg még több, amit nem. Világszerte foglalkoznak velük kutatócsoportok. A már ismert kórokozók tanulmányozása mellett új vírusok után kutatnak, és keresik a gyógymódokat. Azt szoktuk mondani a kollégáimmal, hogy globalizált világban nincsen lokális probléma. Tehát az a kórokozó, ami most Ázsiában vagy Afrikában pusztít, arra legyintetnénk egyet, hogy minket ez nem érdekel Európába, de ez egyáltalán nem biztos, így is marad. Ugye pillanatok alatt repkedünk jobbra-balra a világba, néhány óra alatt exotikus tájakról, sűrű lakott területekre tudunk érkezni, és ebben a pillanatban ezeknek a vírusnak a jelentősége megsokszorozódik. Éppen ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy egy Közép-Európa szerte egyedülállóan modern és biztonságos virológiai laboratóriumot adtak át a Pécsi Tudományegyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjában. Ez a BSL 4-es szintű víruslabor megfelel akkor minden labortechnológiai, biobiztonsági és biztonságtechnikai követelményeinek, így teszi lehetővé, hogy a kutatók a ma ismert kórokozók bármelyikével dolgozhassanak. Ultracentrifuga, kutatómikroszkóp, fertőtlenítő berendezés, egyénre szabott szkafanderek, csak néhány az újonnan beszerzett, nagyértékű eszközök közül, de a labor infrastruktúrális és gépészeti elemei is megújultak. A szakemberek így olyan vírusokat elemezhetnek majd, mint az ebola vagy a nipa vírusok, vagy éppen a már hazánkat is egyre inkább fenyegető krími-kongói vérzéses lázvírusa. Olyan kísérleteket szeretnénk most elindítani, ami valamilyen terápiás, valamilyen gyógymód, valamilyen vakcina, valamilyen olyan hatékony ellenszer a vírusfertőzéseknek, ami csak egy ilyen laboratórium, és csak egy ilyen biztonsági szintű laboratóriumban lehet megvalósítani, hiszen élő, fertőzőképes, úgynevezett infektív kórokozókkal dolgozunk. A pályázat lezárult, a labor elkészült, de ez még csak az út eleje. Hamarosan becsukják a laborajtókat, hogy megkezdődhessen az igazi kutató munka. Hamarosan megkezdődnek Pécsett a Modern Városok programhoz kapcsolódó fejlesztések. Ennek részleteiről beszélgetünk a stúdióban Jenei Zoltán kancellárúrral. Üdvözlöm! Köszönöm a meghívást! Mi is az a Modern Városok program? Hogyan kapcsolódik ehhez Pécs és az egyetem? A Modern Városok program a kormány által jó néhány évvel ezelőtt elindult országos fejlesztési program, és ennek szerencsére a Pécsi önkormányzat, a Pécsi térség is a részese lehet. A miniszterelnök Pécs megyei város vezetőjével, polgármester úrral írt alá 2 évvel ezelőtt egy megállapodást. Ennek a részleteit egy kormányhatározat rögzíti, amelyben a helyi közösség, a helyi gazdasági társadalmi szféra igényeit finanszírozza meg célzott támogatással a kormány, és szerencsére ennek mentén a Pécsi Egyetem is egy nagyon komoly fejlesztésben részesül. Ennek kapcsán milyen fejlesztések várhatók? A rendelkezésünkre álló keret az 24 milliárd forint. Az elmúlt több mint másfél évben nagyon komoly belső egyeztetések voltak arról, hogy melyik kar, melyik intézet, melyik ingatlan milyen formában részesüljön a fejlesztésből, és volt egy olyan időszak, amikor az általam nem vitatott jogos tartalmú igények érték elérte a 44 milliárd forintot, de hát nem nagyon tudtunk mit tenni, hiszen a rendelkezésünkre álló hatalmas összeg is csak 24 milliárd forint, így aztán el kellett kezdeni ezekből az igényekből egy kicsit visszalépni. De nagyon remélem, hogy a mára kialakult és nagyon jól látható ingatlanfejlesztési program mindenkinek a támogatását bírja. Milyen egyetemhez kapcsolódó intézmények és egyetemi karok lesznek benne a fejlesztésben? A leginkább érintett épp azért, mert a fejlesztési programnak a célja való az egyetem versenyképességének a javítása, a külföldi hallgató létszámnak az emelése, senki által nem vitatott módon az orvostudományi kar fejlesztése. Az előzetes egyeztetések során is elég egyértelművé vált, hogy az alapterületet is bővíteni kell, tehát szükség van egy új kampuszra, és az is nagyon fontos, hogy próbáljuk a meglévő ingatlanállományt egy kicsit felújítani, mert iszonyú most a körülmények között tanulnak a hallgatóink, magyarok, külföldiek egyaránt, és valóban nagyon nehéz körülményeket tudunk most még csak adni az ott dolgozó kollégáknak is. Így aztán senki által nem vitatott módon ez az egész programnak az ászlóshajója, önmagában egy 7,5 milliárd forint értékű fejlesztés, és ehhez persze még kapcsolódik jó néhány kisebb értékű beruházás.
Várhatóan mikorra végeznek a beruházásokkal? Jó lenne ezt már tudni. Egyelőre a közbeszerzési eljárások kiírásánál tartunk. Az előzetes egyeztetések hosszúságától függetlenül azért való elégedett vagyok azzal, ahol most tartunk, hiszen tavaly év végén már több mint 10 milliárd forint értékben sikerült lekötni ebből a hatalmas kormányzati támogatásból. Ebben megjelenik az orvostudományi kar beruházása is. De az fontos, hogy közbeszerzési eljárás vége felé járunk, én nagyon remélem, hogy eredményes lesz, nagyon remélem, hogy olyan ajánlattevők nyújtanak be pályázatot, akik a tartalmát megértik, és akik a költségvetési keretet is elfogadják. Ebben az esetben még ebben az oktatási tavaszi időszakban meg lesz a szerződés a győztes váraton konzorciummal, és onnan számítva talán másfél év, mire az orvostudományi karnak a beruházása befejeződik, a teljes programot valamikor 2019 végén mindenképp szeretnénk zárni. Milyen hatással lesz ez a régió gazdaságára, amit várnak hosszabb távon a programtól? Szerintem többféle hatása lesz. Az egyik, hogyha a program részeként minden egyes kar, nem csak az orvostudományi terület, műszaki kar, bölcsészkar, sokkal nagyobb figyelmet fordít arra, hogy külföldi hallgatókat csábítsunk ide, akkor ennek önmagában van egy gazdaságélénkítő ereje. Nem teljesen megalapozott, de piaci becslések szerint évente akár 3-4 milliárd forinttal emelkedhet az az érték, amit a külföldi hallgatók hozzátartozik, elköltenek a városban és a térségben. Nagyon lényeges az is, hogy reményeim szerint ezekben a közbeszerzési eljárásokban nagyon sok olyan elem lesz, amiben pécsi székhelyű vállalkozások akár nyertesek lesznek, de mindenképp a győzteseknek valamilyen partnerei, hiszen nagyon lényeges az, hogy ebben az óriási fejlesztési lehetőségben ők megtalálják a saját szerepüket. Erről előzetes egyeztetések folynak, nagyon nehéz a közbeszerzési törvény hatálya alatt azt kijelenteni, hogy pécsiek fogják megnyerni valamennyi közbeszerzési eljárás, de hogy legyenek ennek részesei, és kicsit ismerve az építőiparnak a állapot, tehát én úgy gondolom, hogy az nem vitatható. Az egyetem egy várható következő vállalása, a Zöld Egyetem projekt. Mit tudhatunk erről? Ez egy nagyon izgalmas kísérlet, és már 2 évvel ezelőtt, amikor megkezdtem a kancellári feladatok ellátását, és közlekedtem az egyetem ingatlanjában, nagyon bosszantott az, hogy mennyire pazarolunk energiával, mennyire nem figyelünk a környezetünkre, hogy néz ki egyáltalán az ingatlan park. És én úgy gondolom, hogy ha szeretnénk egy kicsit változtatni a szemléletünkön, ha magunkénak akarjuk érezni azt, ami körülvesz bennünket, és ennek szeretnénk élvezni akár a költségvetési kedvező hatását is, akkor tudatosan kell készülnünk egy zöld egyetemi vízióra. Nagyon sok egyetem ingatlanban jártam már, jó néhány területen előttünk járnak, de én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ahol csak lehet, figyeljünk arra, hogy mennyire jó szemlélettel, milyen gondoskodással tekintünk a környezetünkre, hogy valóban a világításban milyen pazarlás van, hogy a papírfelhasználásunkban mit lehet tenni. Ezek apróságoknak tűnnek, de hogyha ezen valóban változtatunk, akkor utána úgy gondolom, hogy az eredmény nem fog elmaradni, és tényleg sokkal közelebb kerülünk érzelmileg is ahhoz a munkahelyhez, ahol dolgozunk nap mint nap. Köszönjük szépen az információkat. Én is köszönöm. Egyetemi hírekkel folytatódik a Navigátor. Ahogy a gyermekek a Mikulást, a mérnökök a Pollák Expót várják legjobban az évben. Már 11-szer telik meg műszaki szakkiállítókkal 2 napra a Pécsi Expo Center. Lássuk, idén mit tartogat a konferencia. Minden évben valami újat, mindig a legújabbat. Az idei Pollák Expo is a legmodernebb technikai újdonságokkal igyekezett felkelteni az építőipari és mérnöki területeken mozgó szakemberek érdeklődését. Ugyanakkor nem kellett mindenképpen műszaki beállítottságúnak lennünk ahhoz, hogy számunkra izgalmas dolgokba ütközzünk. Kit ne érdekelnének például a drónok, akár a kezünkkel irányíthattuk őket, vagy ki ne szeretné a csokoládét. Névjegykártyáért cserébe hozzájuthattunk néhány édes falathoz. És kit ne hoznának lázba a robotok. Minden akadályon átjutó fajtákkal is találkozhattunk. Az újdonságok mellett a Pécsi Egyetem Alapítás 650. évfordulójához kapcsolódó rendezvény kicsit a hagyományokról is szólt. A nyitó ünnepségen, mint minden évben, idén is átadták a Brajer Marcell díjat. Az építőmérnök Pécs város érdekében végzett, kiemelkedő műszaki tevékenységével érdemelte ki az elismerést. Az ő nevéhez köthetők például a Pécsi Tudományegyetem, a Hittudományi Főiskola, a Pécsi Középkori Egyetem, a Püspökvár vagy a Csontvári Múzeum felújításai. És a sor valószínűleg itt nem ér véget. Próbálunk részt venni itt a városnak a megújításában. Nagyon nagy programok lesznek, és remélem, hogy részt tudunk venni az egyetemnek, ugye lesz ez a Modern Városok program keretében elvégzendő rengeteg feladata, és abban szeretnénk részt venni. Szintén a nyitó ünnepségen került sor a plenáris ülésre, ami a felsőoktatás új dimenziójába, a virtuális valóságba kalauzolt bennünket. Hazánk digitális oktatási stratégiájában szerepel a virtuális oktatás bevezetésének célja.
ez a jövő, és ebben Magyarország és annak első egyeteme is rációt lát. A szakmai konferencián adták át a műszaki kar képviselőinek azt a táblát, mely az új 3D oktatólabort jelzi az intézményben. A Pécsi Egyetemen a műszaki és informatikai kar megértette ezt az új világot, ami mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy hatalmas zsenialitás, hogyha valaki a saját idejétől előre tud nézni. Mindig az a legnehezebb. Olyan szinten megértették, hogy el is kezdték használni. És számomra ez egy nagyon fontos üzenet, egy nagy jel, és nagyon-nagyon drukkolok nekik, hogy mindazt az előnyt a diákok, a tanár és az egyetem is megkapja belőle, amit az MIT is szeretne 2020-ra. Ez az oktatási környezet illeszkedik a hallgatók digitális életének kedvelt színtereihez, így megfelelő komfortérzetet biztosít a munkához. Az oktatás során egy virtuális közösségi tér jön létre. A háromdimenziós modellekkel szemléletesebbé tudják tenni a foglalkozásokat, mely megjelenítés újszerű módon segíti az innovatív mérnökképzést. Az Akadémiai Ifjúsági Díj a fiatal kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és a kiemelkedő tudományos tevékenység elismerésére jött létre. Erre egyéni munkával elért tudományos és műszaki eredménnyel lehet pályázni. Ebben az évben a díjat Orsi Gergely, a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának munkatársa is elnyerte. A fiatal kutató a klinikai idegtudományi képalkotó kutatócsoport tagja, ahol többféle feladatot lát el. 50-60%-ban vagy egy kicsit több kiszolgáló személyzet vagyunk, ez azt jelenti, hogy általában más kutatócsoportoknak a kívánságait teljesítjük, és a saját témánk is van, az egy kicsit kevesebb, tehát az talán az időnk 40%-át, ha kitölti. Ezek egy része az addikciókhoz köthető. A témán belül a kutatócsoporttal foglalkozták már elhízással, túlzott kávéfogyasztással, most pedig elsősorban az internet addikcióval és a gyermekkori kórus elhízással kapcsolatos kutatások eredményeit várják. A díjhoz viszont elsősorban a fájdalomkutatásban elért eredményei kapcsolódnak. Az alap célkitűzése az volt, hogy funkcionális MR-rel, tehát egy olyan MR módszerrel, ami az agynak a működését lehet indirekt módon követni, azzal megpróbálunk azonosítani olyan agy területeket, amiknek kiemelt szerepe van a fájdalom feldolgozásában, és ezt tovább gondolva sokkal specifikusabb kérdéseket tettünk fel a következő pályázatban, mert jóval bonyolultabb az egész fájdalom feldolgozás, mint ahogy azt gondoltuk az elején, ahogy azt leírták. Ebből két nagyon szép cikk született, ezzel a két cikkkel pályáztam. Ennek nagyon örülök, meg ez nagyon megtisztelő. Igazából másodszor pályáztam erre a díjra, és nagyon örülök, hogy elnyertem, mert már 34 éves vagyok, tehát ez volt az utolsó lehetőségem. Ezt 35 éves korig lehet megpályázni. Úgyhogy ez egy szép lezárása ennek a fájdalomkutatásos korszaknak szerintem. Bíró Zsófia végzős joghallgató Pécsett. Idén kiemelkedő tanulmányi eredményével ő nyerte el a Budapesti Jogászpál által alapított Presence díjat hallgatói kategóriában. Ez komoly elismerése az elmúlt 5 év tudományos munkájának. Kiskorom óta a kedvencem a matek volt, és 5. osztálytól jött az, hogy imádom a történelmet, és ez gimnáziumban csak fokozódott. Viszont semmiképpen nem szerettem volna tanár lenni. És így jött az, hogy hol lehet történelemmel és azzal kapcsolatban összefüggéseggel foglalkozni, az pedig a jogi egyetem. Most a tanulmányaim egy szakasza lezárult, már csak az államvizsgák vannak vissza, tehát az 5 éves tanulmányidőszak végére érek, ami nagyon színes volt és tapasztalatokban, tudományoskodásban is gazdag. Foglalkoztam római joggal, jelenleg munkajoggal és jogtörténettel foglalkozok, de jogtörténetből, magyar állam és jogtörténetből már a második OTD-kkel dolgozatomat írom, tehát az az, ami leginkább megfogott a saját jogtörténetünk kutatása. Az első dolgozatom az a fiúsításról szólt, az egy rendkívüli és különös jogintézmény. Az volt a lényege, hogyha egy nemesi család kihal, akkor eredetileg visszaszállna a nemesi birtok az uralkodóra, de az uralkodó kegyként, hogyha női leszármazója viszont volt a családnak, akkor őt jogilag férfivá tette, és így tovább örökíthette a családi birtokot. A
Mostani kutatási területen pedig az út az örökös királyságig, az egy közjogtörténeti kutatás, és a nemesség, illetve az aktuális uralkodó közjogi összeütközéseit vizsgálja a Szent Korona tanon, illetve a korona eszmén keresztül. A szakmai és tanulmányi elismerést jelentő Présence díjat minden évben 7 kategóriában kaphatja egy-egy ember, tehát egy jogászhallgató is, melyet idén a Pécsi Egyetem tehetségkövete vehetett át. Konkrétan, amikor megjött az e-mail, akkor sírva fakadtam. Tehát én nem vagyok ez az érzelgős típus, de ez úgy meglepett, és a levegőbe csaptam. Államvizsga előtt egy héttel jött az üzenet, államvizsga előtt másfél nappal volt a bál, de hát mondtam, hogy ezt akkor se hagyom ki. És hát még most is, nem azt mondom, most már úgy felfogtam, de hatalmas megtiszteltetés, elismerés, és nagyon örülök neki. A karrier pedig még csak itt kezdődik. Nekem egy nagy vágyam van, hogy itt maradhassak a jogtörténeti tanszéken PhD hallgatóként, annak nagyon örülnék, illetve közben felvételiztem a közgázon alap, illetve majd amikor meg lesz a diplomám mesterszakra is. Az alapszakot azt már csinálgattam, tehát ott kb. Egy év alatt fogok végezni. A mesterszak az meg szokásos 2 év, tehát hogyha a csillagok állása teljes mértékben bejön, akkor az úgy fog kinézni, hogy a következő 4 évből első 2 az közgáz PhD párhuzamosan, második 2 pedig a maradék PhD. Hogy mindeközben milyen témák keltik majd fel érdeklődését, az egyelőre a jövő titka, de tehetségének és kitartásának köszönhetően valószínűleg, amibe belefog, az sikerre van ítélve. Az Akadémiai Ifjúsági Díj a fiatal kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és a kiemelkedő tudományos tevékenység elismerésére jött létre. Erre egyéni munkával elért tudományos és műszaki eredménnyel lehet pályázni. Ebben az évben a díjat Takács Attila, a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának munkatársa is elnyerte. A fiatal kutató középiskola óta a biológia és a kémia világa iránt érdeklődik. Egyetemi pályafutását e 2 terület együttesen határozza meg. Homogén katalízis fő kutatási területem, mely egy határterületnek tekinthető szervetlen és szerves kémia határterületének. Ha egyszerűen szeretném megfogalmazni az általunk végzett munkát, gyakorlatilag lehetőséget kapunk arra, hogy egyszerű modellvegyületeket alakítsunk át ezen reakciók során, illetve akár biológiai jelentőségű vegyületeket is szintetizálni tudjunk. Gyakorlati hasznosítása szertág az ugye, mint említettem, biológiai fontosságú vegyületek szintézisére van lehetőség, illetve fontos kiemelni azt, hogy a kutatások során elért eredményeinket az oktatásba is tudjuk integrálni, tehát BSC-MSC szakos hallgatóinknak a kutatások során elért eredményeinket, illetve elsajátított metódusokat is oktatjuk, és nekik is szeretnénk átadni azt a tudást, amit itt a laborban szerzünk. A laboratóriumban ugye 2 feladat hárul rám, az oktatásban is részt kell vennem, többnyire biológia szakos hallgatókat oktatom, illetve a kutató munka másik része, és a kutató munka keretében TDK dolgozók munkáját, illetve külföldi PhD hallgató munkáját koordinálom. Az összetett munka eredményeit ismeri el a kitüntetés. Ez egy nagyon megtisztelő díj, én nagyon örülök ennek a díjnak, és úgy gondolom, hogy egy nívós társaságba kerültem ezzel, ahogy a Lovász László elnök úr is említette ezt a beszédében. Tolvaj Ernő festőművész egyetemi tanár emlékére a kiemelkedően tehetséges festőművész hallgatók támogatására alapított a képzőművészeti tanszék festészeti díjat még 2010-ben. A beérkezett pályamunkákból idén is kiállítás nyílt, ennek megnyitóján adták át a legjobb munkákért járó díjakat. Bronz, ezüst és arany minősítéseket osztottak ki a győzteseknek, melyek a szakmai elismerés mellett komoly pénznyereményekkel támogatják a fiatal tehetségeket. Az idei díjátadó különlegessége az volt, hogy az első helyezett nem festményekkel, hanem hímzésekkel pályázott. Pertics Flóra szerint azonban ez a technika is közel áll a festészethez, ezért alkalmasnak találta a műveket a megmérettetésre. Nekem nagyon személyes képek, és így konkrétan nem is akarnám elmondani, hogy mit jelentenek, de szerintem eléggé asszociatívak, és az is érdekel, hogy ki mit lehet bele
Azért ezek a formák emlékeztetnek sok mindenre, meg én is visszahallottam, hogy van, aki azt mondta, hogy szívre, vagy valami növényi formára, és ez nagyon jó volt ezt hallani, mert én is ilyesmikre gondoltam, amikor csináltam. Úgyhogy igazából ez egy ilyen gondolatmenetnek a végeredménye. A művek ilyenfajta elismerése pedig megerősítés, hogy jó az irány, és ezen érdemes tovább dolgozni. Diák Olimpia bajnok kosárlabdában a PTE. Az egyetem gyakorló gimnáziumainak tanulóiból összeválogatott lánycsapat nyerte meg az idei országos Diák Olimpiát Nyíregyházán. Az összetétel több szempontból is vegyes volt, babicsosok és deákosok, Rád Géber akadémiások és PVSK-sok, különböző korosztályok legjobb játékosai kerültek a csapatba. Két iskolában összesen a két egyesület játékosai közül 30 gyermekből lett összeválogatva ez a 12, és mivel mindegyik másik korosztályban edz, ezért csak a saját csapatuk edzésein készültek ezekre a mérkőzésekre. És ott a meccsen szoktak össze, és a tornán. Szerintem mindig úgy kell kezdeni, hogy egy nagyon jó lendületes bemelegítést kell tartani, ahol szurkolunk egymásnak és bíztatjuk egymást, mert akkor azzal megadjuk a ritmusát a játéknak és az alapját. Úgyhogy egy jó bemelegítés után most már igazából semmi gond nem volt a meccsen se, és bemelegítésnél látszott mindig, hogy jól fogunk-e játszani, vagy sem. A végső találkozón 63-51-es végeredménnyel kiélezett nagy csatában sikerült megszerezni az aranyérmet. Nagyon jó volt ez ugye, hogy így az iskolát is tudtuk képviselni a kosárlabda csapattal, és ugye nagyon sok segítséget kaptunk az iskolától, úgyhogy ezt köszönjük is nekik. És hát persze nagyon jó élmény volt, hogy meg is tudtuk nyerni ezt az országos diákolimpia döntőt, úgyhogy ez mindenképp egy emlékezetes élmény lesz számunkra. Kettő, három! Babicsák! Hallják? A herceggel akarok beszélni! Csiros! Mondtam én, hogy mindig jó méretet választ. Te miért? Süke? Pedig pont úgy néz ki, mint akire ráfér egy felszabadító hadmozdulat. Csak a beleegyezéseken is már jövünk és véget veted ennek az egésznek. Csak egy szavába merül. Nem tudok harcolni senki. Rosszul teszi. Mi nem hagytuk el magát. A forradalom, amit útnak indított, maga nélkül is növekszik. És az utolsó szál emberig harcolunk. Mi gondolt? Egy perc és végzek, uraim. Na azért. Számod. Heinrich von Kleist Kolhász Mihály című kisregényéből több tucat színpadi feldolgozás, sőt film és opera is született már. Ezúttal a Janus Egyetemi Színház nyúlt a történethez, és írta azt a társulatra egy egészen új megközelítésben, K. Egy ország, két lóért címmel. Szerintem érdekes az adaptációnk, meg a maga szituáció is, ami, ahogy nyúlunk hozzá. Ez már magában egy jó helyzet, vagy egy jó kiinduló alap. Próbáltuk azt a részét megfogni, ami szerintünk most úgy érdekes. De aztán ez egy zseniálisan megírt történet, aztán nem csináltunk bele egy teljes spektrumú változatot, az egész megszületik, hanem a mi képünkre formáltuk. Az eredeti mű szerkesztése lineáris, míg ez az adaptáció egy merészebb, modernebb dramaturgiát alkalmaz. A történet közepéről indul, és szép sorjában fedi fel előttünk a szálakat. A lényegi mondani való így más úton, de végül ugyanúgy eljut hozzánk. Kolhász szempontjából a legfontosabb, amit elmond, az szerintem a Luther Mártonnak mondja el, hogy hát ott mondjuk többet is, mert ugye az egyik indítéka vagy motivációja ugye az, hogy azt mondja, hogy
hogy meg akarom mutatni a világnak, hogy nem hiába halt meg, tehát a feleségéről beszél, ugye, hogy miatt csinálja ezt az egészet, felesége miatt, másrészt meg a másik kulcsmondat, ami ugye az erkölcsi igaza, hogy a törvények, ha nem védenek meg minket, akkor miért ne lehetnénk feljogosítva arra, hogy saját magunk szerezzünk igazat magunknak. A megdöbbentő látvány és hangelemek folyamatosan fenntartják a figyelmünket, de a jeztől már megszokott nézőtéri elrendezés azt is lehetővé tette, hogy egy-egy szereplő éppen a mellettünk lévő székről szólaljon fel. Már éppen eleget vizsgálódtunk. Ez a levél a bizonyíték arra, amit maga nem képes felfogni, hogy ez az ember bűnös, mindig is az volt és az is maradt. Beszek jótékonyan hallgat, hogy mi veszedett ahhoz, hogy bűnössé váljon. Azt nem a maga családjához köthető, ugye? Kérem, én már korábban is akartam mondani, hogy... A jelen helyzetben ez már nem változtat semmi sem. Holnap a maga hőség kivégzik. Hóman Balázs jelenleg a Pécsi Tudományegyetem jogi karának hallgatója. Szabadidejének jelentős részét pedig a környezet tudatos életmód népszerűsítésével tölti. 2010-ben megalapította saját civil szervezetét, tudatosan a környezetünkért egyesületet. 2009-ben kezdtem el az első alapképzésemet a Pécsi Tudományegyetemen környezetmérnökként. Azt 2013-ban be is fejeztem, de addig, amíg végeztem, úgy éreztem, hogy nem elégíti ki a kíváncsiságomat az, amit az egyetemen hallok, hanem szeretném a gyakorlatba is kipróbálni ezeket a ismereteket, amelyeket ott sikerült elsajátítani. Az egyesület elsősorban környezeti neveléssel, szemléletformálással foglalkozik. Iskolai projekt foglalkozásokat tartunk, lakossági rendezvényeken veszünk részt, ezeknek nem is kötött a témája, tehát szinte bármilyen lakossági rendezvényhez hozzá tudunk kapcsolódni a saját környezeti nevelési programunkkal. Nem csak a társadalmi szemlélet, hanem a városkép formálásában is aktívan részt vesznek. A Balokányliget átalakításában is komoly szerepet vállaltak. Úgy gondoltuk, hogy hihetetlen szerepe van annak, hogy a belvároshoz ilyen közelségben található területen sikerüljön kialakítani egy olyan környezetet, amely vonzó egyszerre a családoknak, az itt élő egyetemistáknak és természetesen a turistáknak is. Az egyik legjelentősebb vízadó forrás az, amit ott látsz, az a kiépített aranyeső forrás. Az így szépen beleköpi a vizet a tóba. Egyébként ezzel a szökőkútelemmel nem csak azért van, hogy szép legyen, hanem azért is, mert ezzel tudják kordába tartani azt a szemetességet, illetve különböző mikroorganizmusok termékeit, de ezzel így le lehet fújatni róla, és akkor egy kicsit így rendbe lehet rakni a tó környezetét. Balázs munkáját nemzetközi szinteken is kiemelkedőnek találják. Legutóbb Budapesten egy 4 napos konferencián tartott előadást. A Global Awareness Society International, tehát a nemzetközi tudatossággal, illetve globális kihívásokkal foglalkozó szervezetnek volt ez az éves konferenciája. Beszámolhattunk arról, hogy milyen eredményeket értünk el a környezeti nevelés gyakorlatába, és arra is nagyon kíváncsiak voltak, hogy mik azok a problémák, amelyekkel Magyarország találkozik az utóbbi években, akár környezetvédelem területén, akár más területeken. A szervezet szeretné folytatni eddigi munkásságát, ezen felül tevékenységeik kiterjesztésére törekszenek. Szeretnénk az eredményeinket is láthatóvá tenni, ugyanis úgy érzékeltük, hogyha ezek láthatók, transzparensek, akkor sokkal nagyobb hatást tudunk kifejteni a társadalomra, sokkal többen kapcsolódnak be a környezettudatos életvitel gyakorlatába, és ezáltal többet tudunk tenni Pécsért. Kedves nézőink, köszönjük figyelmüket! További híreinket és Nyitott Egyetem című műsorunkat megtekinthetik az alábbi elérhetőségeken. 2 hét múlva pedig ismét Navigátor, tartsanak velünk legközelebb is!